izét, felvételt, innentől. Most köszönjetek a VOD nézőknek. Szervusz néző! Szia VOD! Jézus, várj, itt valami nem jó. Majd most. Gyerekek, olyan komoly parcikás éklémet teszek, hogy jaj. Kértek egy nyalást? Nem köszi. Annál... Pedig sima csok is. A felajánlás nem tetszett. Jó. Gergő, milyen levet iszol? Alma levet, narancs levet, milyen levet? Mangó, de hogy miért nem indul? Hát... Örül mindenkinek? Gyerekek! Nem tudom. Ma nem lesz forra, az tuti. Ha valaki azt várja, akkor ma nem lesz. Mondom. Mára indi kezdőjátékosok, játékfejlesztőknek a termékeit fogjuk nézni. Ott lehet, jót várok. Lehet jó is, mert ilyen volt a GDM is. Kiné hallatszódom vissza? Te nem a live-omat nézed véletlenül? Nem. Én lennek nálam nem a némítva. Biztos, hogy nem. Na, vagy egy, nem, most senkinek, jó. Valaki, izé, Forzához jönni fog szeptemberben hide and seek mód. Honnan tudjuk? Már kiderült? Ez fix? Geri, azt mikor adták ki? Hide and seek. Úgyhogy ez megvan, hogyha ha igazat mondott, vagy jól tippelt, a, hogy hívják, a bot, az ChatGPT, akkor... Igen, kint van a Forza híreknél. Akkor, ha jól tippelt a ChatGPT, az nagyon kemény lenne. Akkor újra beszélgetni fogok vele, hogy honnan tudta. Beszarok. Meglátjuk, még nem ment le az egész show műsor, addig nem tudjuk, hogy mi van. De ezt a DC-n is kim van? Várjál. Amúgy őszintén nem néztem. Forza. Aznak itt nem látom. Várjál, Forza hírek. Ja. Igen. Itt a DC-n a Forza híreknél meg tudjátok nézni. Forza News. Jelentsen bármit. Igazából. De ez volt, tehát az a Gamescom, az egy egész napos rendezvény. Az, hogy mi nézzük este ezeket a remekbe szabott dolgokat, az oké. Okay. De hogy volt ma bármi bejelentés a Gamescomon erről, vagy erről így nincs info? Nézzük már meg, várjatok. Szerzek magamnak ide egy... ChatGPT-t? Aha. Jó, teszed. De várjál. A hide and seek az mit jelent? Ott volt a videóban, hogy akkor láthatatlan leszel egy időre. Ilyen elkapós? Aha, fogócska. Most legyek őszinte, de engem ez... Jó, mint ötletnek ez a játékmód.
Ez az, bezártam a live-ot. Ez az, nézed az enyémet, nézed az enyémet. Várjál már, bazeg. Ó, gyere le. Hát itt vagyok. Hol legyek? Aha. De hogy találtad amúgy meg? Hát elmentem a Gamescom csatornára, és akkor ott volt a... izé. Megtaláltam. Hát figyeljetek. De amúgy ez jó, hogy majd 8-10-ig tart, hogy el se indul, BeamNG-ben szoktak. Ezt szoktak mondani, páran rakták. Ja, berakták Forzába. Figyelj, nem tudom, most tegyek amúgy ilyen izé, ilyen... Geci, hogy a... Tehát, hogy nagyon sokat bujocskáztam gyerekkoromban. Tehát, ha most lennék 10 éves, akkor biztos, hogy tudna érdekelni ez a játékmód. Szóval azt mondom, hogy... És ezzel nincs is baj, az jó. De most így ilyen 30 évesen már nem annyira. Tehát biztos kipróbálnám, de hogy így... Nem érzem azt, mint mondjuk a holnapi Unbound frissítésnél, hogy bejönnek a rendőrök és rendőrautót lehet tuningolni, na az már érdekel. Régebben, amikor GTA Online osztom, mi csináltunk ilyet egy pár barátommal. Azért mondom, hogy ez biztos, hogy jó pofa, de engem jobban érdekel az, hogy hogyan tudom a tropit holnap rendőrautóval, EMP-vel elkapni, mint az, hogy hogyan tud a csumpi elbújni, én meg megkeresem egy kocsival. Na-na. Ja, én úgy elbújok, hogy fenn se leszek azon a szerveren. Hát, te négy kilépsz, azt mindenki nélkül. Hát lenne az ulti... Akkor mi van, hide and seek? Azt akkor így... Nem találtad meg. Ultimate taktik. No, de jó, tehát azért mondom, hogy különböző korosztályoknak szólnak ezek a frissítések. Szerintem. Tehát, hogy... De a Forza jó. A gyerekeknek behozza a bujocskát, a felnőtteknek meg az 5000 forintért 5 autót, vagy 3000-ért. Nagyon jó taktika, amúgy holnap remélem Unbound lesz. Ma is lesz crew, csak a tropi nélkül. De ő nem marad, mert ő gyenge. Ő gyenge, na jó, nem bántom amúgy, ma szopott. Nem gyenge, nem, ő egy erős ember, akinek kell az energia. Az biztos, hogy erős, mert én végighallgattam a mai munkahelyi... Nekem lett volna egy kérdésem, csak le kellett tegyük a telefont. Na, miért nem kérdezted meg? Hát, hogy a... Melyiktől? Tőled, a munkatársamtól, vagy tőlem? A munkatársadról lett volna egy... De ez nem live-ba való kérdés. Ja. Mert a stílusa alapján nem tudtam eldönteni, hogy doki vagy nem doki. Hogy így értsd a dolgot. Doki? Ja. Doki. Az igen. Hanna. Feltűnt. A nagy matador. Bajok. Fortnite gift card $19. Jajaj. Amúgy ez a Gamescom, én nem tudom, tavaly néztem ezt a Summer Game Festet, mondom, az borzalmasan szar volt. Ezért félek most ettől az indítől, a cső IP amúgy. De... Az, hogy 4164 néző várakozik, az gáz, nem? Én a holnap itt nézem, vagy ez most mi? Augusztus 21-20 óra. Tehát, hogy 4164 néző várakozik, ennyit tudtunk összerakni? Azért itt többet vártam volna. Hát mi 4100, a tegnapén volt úgy 8. Hát de azért a Sony-nál meg 150 ezer van. Hát na most Istenem, hát most... Hogyha akkor jelenik meg, akkor... Másik fele az még egy dolog, hogy én kiések a live-ból. Mert én mindenhonnan elkések, de hogy ők... Azért... Nem... Lehet, hogy már amúgy nagyban nyomják a streamet, csak nem vették észre, hogy be kéne nyomni a nagy piros live-gombot. Tehát a többiek nyomják a Wukongot. Amúgy a Wukong új rekordot döntött. A legtöbbet játszott egyidejűleg legtöbbet játszott játék lett, tehát legtöbben játszottak egyszerre. Nagyon, nagyon komolyan, hogy több mint 2.200.000 player volt. Brutális szám. Ez a Wukong, ez nagyon kemény. Majd nálam is lesz szerintem, csak később, amikor már leperget, amikor már mindenki újra nézni.
Ó, nyugi, nekem is olyan... Mit van? Azt szerintem a Torim, az Torim van, hogy ez nem egy 40 éves 87-es rendelkező. A IP-nek meg kell tanulnom a kommentjét először magamba felolvasni, aztán felolvasni hangosan. Elkezdődik onnan, hogy egy kis beszólogatás, és a végére már a mindenkinek is a anyja van. Épp vezetek. Akkor ne írogassa, hanem vezessé. Az indie játékokra nem sok ember kíváncsi, pedig van sok jó köztük. Mondom, a GDM is egyébként... Vagy ez a tegnapi Dave, az a búváros, amit annyira adtál volna nekem. Az is egy indie játék volt, és az karácsonykor jelent meg. És az eléggé nagy visszajelzés, pozitív visszajelzésekkel rendelkezik. Nem hiába van hozzá én nagy frissítés. Értem, azért csúcsú, mert nem vagy benne a játékokban. Olyan embereket hívtam direkt már, akik mindig ezzel képben vannak a fejlesztőkről, meg mindenről. Meg ez az elsődleges okom. Jó, gyakorlom a driftet a Mazdával, azt mondja. Egyenes útszakaszon? Hát most nem rosszból, nem gondoltam, hogy te akarsz jönni. Persze befelé a DH-ba. Hova? Mit csinálsz? Én már nem szeretek te. De miérted, Gergő? IP vezet? Ja. IP megint megint a dohányboltnál fog majd karambolozni, figyelj. Kivisz a dohányboltot megint. Megint kiviszi a korlátot, azt így. Na. Motorfest majd 10-kor lesz, most megnézzük, milyen új játékok jönnek. Bár eddig rohadt izgalmas, 14 percre késik a Microsoft, vagy a Gamescom. PC Gaming és on, vagy 20 játékot raktam wishlist a Steam-en. Kinek ne fog esni? Na jó, így utána nézek neten, hogy most így most mi van. Te eddig nekem nagyon tetszik, ezek eddig nagyon jók. Hát jaj. Tehát ezeket már rakom is wishlistre. Attól félek én is. Remélem ma is lesz pár. Ja, nem tudom, én néztem, én nem tudom, van egy ismerősöm Steamen, nem tudom ki az. Annak az embernek, geci, minden, bármilyen játék, hogy a kívánságlistám van. Ezt én nem értem. Tehát én csak olyanokat teszek kívánságlistára, ami tényleg szeretnék. Tehát, hogy tényleg érdekel, ugye kapok értesítést, hogyha akciós, meg ilyenek, tehát, hogy csak ami frankon. Tamp is volt kettő, meg is vettem 7 euróért azt a kettőt, de ugye ennyi. De az ilyen két, van, hogy két havonta találok egyet. Tehát tudod, és most a drift párbaj mehet. Hát az nagy drift párbaj lenne, az első kerekes VS, hátsó kerekes. Az igen. Akkor várjuk meg a hóesés, légy szíves, hogy legalább hangyafasznyi esélyem legyen már. Na? Mi van? Hoppá! Elindult! Na. Rocket League zene amúgy. Hát van valami beütése, de... Várjál, itt nagyba kirakjuk, kész. Tropi, már megfelelő? Nekem vagy 70. Én nem biztos. Az nem is sok a 34. A gyerekek, már kiderül minden. De most az indie... Az azt jelenti, tudom, hogy mi az az indie, de hogy egy kurva nagy kiadó első játéka is indie. Nem. De úgy értve, hogy egy olyan, mondjuk kiváltak a Forza fejlesztői, csináltak egy új kiadót, első játék indie? Talán. Na, ez a nem mindegy. Akik full kezdők. De várjál, awesome. Kezdő, kiadó, vagy... Tehát, hogyha már 40 éve csinálja valaki, de egy új kiadót csinál, új játékkal, első játék, az indie, vagy nem? Szerintem nem, mivel hogyha van múltja, akkor biztos, hogy van rajta pár népszerűség, pár figyelem, tehát számítanak az emberek rá.
És szerintem az indie az meg a full kezdők embereknek a kezei közül kiadott játék. Akkor neked is itt lesz a kukás játékod? Így van. Lesz benne egy ilyen Hungate DLC. A 34-ből már vagy 3 megjelent. Miért meg szoktad őket venni mindig, amikor megjelennek? Még a 34 az nem sokan volt. Micsoda, ami tegnap jött, 34 volt? Nem, 34 játék van Evilnek a wishlistén. De bazzeg, magyarázom már el nekem valaki létős. 21 néző volt stabilan, ameddig nem indult el ez a szar. Majd elindult 14. De ugyanez van amúgy, van 15 néző, elmegyek, pisálok, szerintem az a 6... De várjál, mire visszaérek szerintem... 30, leülök a székbe 15 megint. Mi van? Mindenki semmit akarja nézni? Hát, megállítom. Gondolom nézni akarják a székét, hogy milyen márka. Jó, mindegy, mennyi néző. Vagy a mikrofont. Nem értem, de nem értem, sose fogom ezt megérteni. Szerintem az a 6 ember az izé, az nézte nálad is, hogy nálad megy a stream, vagy valami. Nagy azt, amivel elindult, visszament a izéhez. Visszamentek, ahova akartak. De hát így jártak, akkor nem hallják meg a komoly dolgaimat. Az biztos. De gyerekek a starting soon, de rosszabbak, mint én. De amúgy ez tetszik, hogy ilyen izé ez a három pont így legalább mozog. Legalább tudom, hogy működik a stream meg. De hozom valódat is a fény. Hát jó, az lehet egy gif is. GTS, de amúgy meg... Ez még tegnap nem volt olyan. Ez a rendőrös téma. Fogadjunk, megint volt valamilyen másfajta stream, amilyen megint lemaradtunk. IP nem bír magával. IP, ha vezetsz, akkor vezessél, meg fogsz halni. Szóval meg. Most? Szüleid meg várják a cigit. Szocsoda, komoly dolgok. Víz bennünk. Hallgatjuk a Rocket League-nek az intro, menüzenéjét. Starting soon. Úgy lehet, a PC Gaming Show mutatták be. Szerintetek amúgy lesz Forza Horizon 5 PS5-re? Szerintem... Ebben a kérdésben nem vagyok kompatibilis, viszont a ChatGPT biztos. Kompetens. De kompatibilis. Szerintem Nintendo-ra, ja. Nem hiszem, de nekem mindegy. Hát figyelj, hogyha kiindulunk a Red Deadből, hogy kiadták nem PC-re, hanem Nintendo Switch-re, hoppá, elindult. Mi komoly az a robot, Parker? PS2-re jön előbb, utána PS1, aztán PS5. Várjuk, nem, a Forzával kapcsolatban nem. Szerintem az ma nem lesz. Ma ilyen indie játékok lesznek. Így van. Hello and welcome to awesome indies. Now I am so excited to be standing behind. Mi volt az a 20 perc késés? Nem ez volt a izé? A Summer Game Fest-en a... Én nem tudom, de a felirat nem áll rendelkezésre, de tegnap meg volt. UHD-t tudnak maximum. Úristen. Hana. Jó, de most... ez mi? Ez valami a VR játék, halom? Igen. Jó, állatokat festeni tilos, ez remélem real. Ez mondjuk nem túl jó, hogy a gyerekeknek ilyet mutatnak. Darázsírtás, a gyerekeket lefújja, hogy az állatokat lefújja. Szemcseppel lehet nyomatni, ember. Nesze, megfogyott a disznó, hát mi van? Hát le kell fújni, meg kell perzselni, hát disznóvágás van, Gergő. Figyelj, de most őszintén, ez a játék, ez belefejlesztenek hónapokat, éveket lehet. Azt, ezt kiveszi meg? Hát, szerintem az az ember, aki még nem jött rá, hogyon kell ez, a Quest 3-at megmókálni. Ez gyerekeknek nem jó, mert most mutatták meg, hogy hogyan ragaz rá az állat szőrére a raktapaszt. Hogyan fújd le graffiti sprayvel az állatodat.
Ez felnőtteknek oké, de ki melyik felnőtt akar ezzel játszani? Hát akinek vagy PSVR 2-je van, vagy SteamVR-ra kompatibilis szemüvege, vagy Questje. Na viszont ez már valami. Igen, pixelek. Hát figyelj, kérdésjáték is lehet, aki erre érdekes, főleg ebbe a 3D háttérbe beültetve. Jó, hát a 140-es monitoron hidd el nekem, hogy ez szarul néz ki. Jó van már. Ezek indik. De azért, mert valami indie még lehetne, jó? Azt én értem. De a kezdőt nem szabad leszarozni. De, ne szabad. Abból tanul. Ha meg is indoklom. Majd ezt megvennél? Hát letorrentezném. Hát, ja. Ajajt a Finji. Hello, Richard. Kettő féltem amúgy. Csak kettő. Halló, Nikomoly kocka vagyunk! Az a nevünk, hogy Wilmot. Kaptunk egy kocka levelet, akkora vagyunk, mint mi. Kupi, amikor azt mondtam neked, hogy a skipet meg ezeket fejezd be, de ami szar, az tényleg szar, nyugodtan kimondhatod. De ez Nikomoly? Gondolkozik a kocka, ember! Gondolkozik a kocka! De ez nem in... Ez az fél eurós játék a Steamen. Tudom, de nagyon komoly. De az indie játék az nálam akkor lenne jó, hogyha beindul mondjuk egy szarabb autós játék, mint mondjuk most a Test Drive lesz is, mint a második javul. Mondjuk az nem indie fejlesztő. De most ebből mi lesz a második? Most voltak a falon képes tapok. Mi a második, el is tudok levelet is tudok írni? Hogy mi? Nem, hanem ilyen sima kirakós játék, csak... Csak... önmaga a, nem egérrel, vagy hanem egy kirakó emberrel. Next set of trailers will take you on a journey from the highest mountains down into the darkest depths. Let's dive into them. Úgy örül a gyerek ennek. Na ezt nyomni kéne. Ez már nem, ez már valami, jó, de képzeld el, ahogy ebből az indie fejlesztő stúdióból jövő következő játékuk már a Step lesz. Hogy így, vagy hát nem na. Tudom, de hogy amúgy jó, de amúgy ezek a low poly játékok, ez a alacsony poligonnal dolgozó modellekkel dolgozó játékok nagyon jó. Én, nekem tetszik. Ez amúgy, igen, ez jó pofa. Figyelj így, nekem csak... így előcsapni, így közösen. Nem csapjuk elő közösen, csupi. Nem, én nem, hát biztos pár euró lesz. De hogy az, én nekem... Csak az a kérdésem, hogy amiközben akcióba a Steppet mondjuk, vagy hogy hívják, odaadják 6 euróért, akkor ez hol, ennek hol van létjogosultsága ennek a játéknak? Nekem csak, és ez a, úgy esküszöm, jól néz ki ez a stílusú design meg hogy legalább egy zenét alá raktak volna amúgy, most így, csak hallgasd. Hát mi? Hát majd gondolom, majd raknak bele valamilyen fajta zenét, de most így... Jó, egyébként jók a move-ok, meg... Szép a környezet. Havas. Csak ez Unity-vel vagy Unreal-el csinálták? Szerintem Unity. CryEngine. Crytek vagy mi az? Crytek? Azaz. Igen, ez, igen. Figyelj! Dehogy nem van. Copyright az benne van, azzal nincs baj. Figyelj! Kebab. Kebab. Hoppá, kebab. Török játék, ez biztos. Az a baj, ennek például megvan a célközönsége, aki nem én vagyok. A Jazz Jackrabbit, vagy mi volt a címe, annak az volt hasonlóan nézett ki talán 1999-ben. De még szerintem az is szebb volt. Hát jó. Egészségére azoknak, akik ilyeneket fogyasszanak. Reméljük tetszeni fog nekik, de jaj. Várjunk már egy picit. Ez olyan lesz, jaj, itt már level up van a szívnél. Alma. Hát én a körtét jobban imádom, de jó. Jó, de hát ez most tök mindegy.
Ő itt alma volt. Hát jó, azt én értem, de... Jaj. Messze! Hallod, már pilagosnál vagyunk, meg mind. Ezt tudod, mi jut elő eszembe amúgy? Mikor voltam negyedikes? Akkor voltam 11 nem éves. Nem tudom, de ennek 2000... nagyon komoly grafikája van. Szerintem még előbb. Lehet, hogy másodikba. Ez ilyen startlap játékok amúgy. Ja, ilyen flash game-ek. Hát kicsit egy fokkal komolyabb a 3D miatt, de kb. Amúgy komoly. Nem tudom elképzelni azt, hogy én fölmegyek a Steamre, egy ilyet meglátok, és az jut eszembe, hogy meg akarom venni. Nekem ennyi a bajom. Hát, van valami ilyesmi játék, amivel játszottam még a egyik ismerősömmel, és esküszöm neked, lekötött. De mikor volt ez? Szerintem egy éve. Na jó, legyen másfél. Jó. De konkrétan magas sarkot is, meg bakancsot is tudsz de, egyszerre felvenni, de meg egy motorod jacket. Tropi, azóta már beszélünk újra. Igen? És azóta megtaláltad a normális gémeket, hála nekem. De nem, hát az, mi a neve? Ugye belépek Steamre? De várjál, itt már izé van. Itt már dicsérik a játékot. Lehet, hogy jó amúgy, de mondom, ez ilyen epic game. Lehet, hogy Tropi ezzel játszott. Epic game, igen. Istenre játszottam én. Nesze, Yu-Gi-Oh! Rendezvény. Jutták Szeva Tropibá. Mindegy, egyébként biztos, írtam. Hogy nem tudom. Köszönjük. Nézd a chatet, hát neked írnak. De nem nézem a chatet. Hát, de köszönöm már nekik. Aha. Szia, uram. Ügyes vagy. A csaj eznek tud teleportálni, azt vágod? Hát amúgy ez az, valami rossz Enderman. Our next games are a perfect example of that. From slaying dragons to slaying. Én az indie játékokban azt várom, hogy ha lássam benne azt, hogy a következő részre támogatom, akkor jobb lesz. Gyerekek, én rájöttem, hogy miért késett 20 percet. Azért, hogy a csaj tudjon teleportálni. Nem, kivágták azokat a játékokat, amik még ezeknél is rosszabbak. Hát viszont ez biztos, hogy ilyen PNG manager, vagy nem tudom. Igen, amúgy. ne haragudjanak, de ez mi? Megfogták az összes izé effektet, amit találtak az Adobe After Effects-ben, vagy így? Hát de az, hogy a háttérben egy Full HD-s kijelzőn egy 2K-s képet mozgatnak leföl. Figyelj, szerintem nem ezzel fognak. Na, idáig úgy lett, az a legrosszabb. Hát... Nem biztos, amúgy lehet, hogy van benne fantázia, csak engem nem győznek meg ezzel. De csak nincs elég fantáziám ahhoz, hogy a játékot kiegészítsem azzal, hogy játszható legyen. Ez eddig a legjobb duma, de figyelj! De most tényleg! Ez, hogy ez nem egy Forza. Nem, hát ez jobb. Hát nem is te vagy a célközönség. De ki a fasz a célközönség? Hát akiknek még több képzelőerőjük van azon felül, hogy speedeznek, vagy kokainoznak. Most érted? Nem, hogy vannak tényleg olyan komoly szerepjáték. Jó, mondom én, aki minden nap TFT-zek, tehát hogy... Na. Szeptember 26-án. Várjál. Hoppá. Végre lesz egy izé? Én azt az egyet nem szeretem egyébként, hogy még... PS2-es horror játék! Várj, tényleg amúgy, de nem az a durva, hanem hogy még ezeket is úgy csinálják manapság meg, hogy a 1080, 1060, 1070 kifingik tőle. Elindítod, és meg... Ó, anya! Ott van anya! Hát, én nem tudom. Hát nem láttad, ott volt oda, vagy anya? Én szeretem az ilyesféle játékokat, de azért nézzenek már ki valahogy. Hát ez nem, vagy nem PS2, hanem PS1. Kb. Ez eddig na. Jó. Eddig na. Jó. BTF, hallod? Nem, hát eddig volt jó. A nem Collier lived here, but he wasn't doing well. Ez amúgy jó, ez már ez a vonal már így jól néz ki. Ez ilyen... Ez Budapest Hello, ez az NDK! Dehogy is!
Dehogy nem. Ez Berlin a hidegháborúban. Hát nem láttad? Ott volt az NDK meg az NSK. Értem, de az indie játékoknak kötelező szarul kinézniük amúgy? Mert, hogy és ilyen... felújítja, ott van Berlin apartment, tehát ez történelmi. Ott jó. Volt a berlini fal is. Évinek való játék. Ez azért Évinek nem való minden, ami mondjuk ez lehet. The Berlin Apartment. Ez amúgy jó. Én lefotózom a nevét. Az, hogy egyébként még mindig begombázós játékok vannak, vagy már nem fresherünk? Na. Már nem fresherünk. Ez egyébként nem volt rossz. De gondolj bele szerencsétlen csajnak, hogy elő kell magát adnia, hogy fiú, lesz itt ma 50 játék, be kell őket mutatni, mindegyiket mondd el, milyen jó. Nem, most csak a Gamescomról beszél, hogy milyen komoly. Head on over to the official Gamescom website. Mondják, hogy milyen komoly a safety, meg a mit tudom én. De nem nekünk kell bizonyítani, hanem akik ott vannak, ember. But we mustn't forget about the common people. There is a beauty in the mundanity of it all. From delivering packages to running your very own tavern. These next trailers prove that these mundane tasks make for extremely captivating games as well. Honnan jött ez a hot dog haló? Én elfogadtam ahol. Jugi, ez ilyen lesz, tap is ilyen volt. Na ez... Mondd ki. Ez jó. Igen? Na. Igen. A narrátor hangvallónál ismerős. Ugyanezt nézik. Ez ilyen management játék, ez inkább bunyásznak lenne jó. A Civilization mellé mély venné meg ezt is? Hát hogyha a Civilizationhöz... Nem tudom. Ezt mondom. Hogy ki az, aki hát majd lesz olyan fejlett a telefon, hogy majd fel tudják majd rá portolni. Már van, de egyébként... Na ez mi? Vagy ülsz egy seprűn is viszed a izé, ez a FedEx. Csucsú. Nyilatkozzon már, hogy ez hogy van ez. De én úgy gondolom... Boszorkány seprűn szállítják a izét. Én úgy gondolom, hogy ennek a játéknak akkor van értelme, ha mondjuk 5 euróért adják, de mondjuk a Crew-t... És van benne multiplayer. Vagy a Wukongot, meg a többit, meg mondjuk 600-ért. Akkor... Ez akkor jó, hogyha lenne rá multiplayer, és ha 5 euró lenne, igen. De addig a pontig, ameddig egy ilyen játék, 20 euró, az Unbound meg akcióba hat, ott úgy akkor... nem tudok mérlegelni. Nekem nem kell a Seatba ilyen tipik Roblox game. Én még mindig nem tudom, ez a Roblox. Életemben nem láttam. Utána képet láttam, de nem tudom mi az. Elvigyelek egyszer oda? Egyszer megnézni, nem, még semmi videót sem láttam a Robloxról, soha. Egyszer elviszlek tégedet akkor. De most őszintén, mit tudtál? Ez, ja, hogy ez egy szóló játék. Ott van Nintendo Switch, meg van oldva az egész játék. De le tudtál bőle valamit szűrni, hogy miről szól? Hát arról, hogy majd Nintendo Switch-re megveszik, és akkor majd játszanak vele, de biztos, hogy streamen nem veszik meg, mert... Ez a God of War felnézetben. Local and online co-op. Ez már egy jó telefonos játék lenne. Nem, Geri, meg akarom nézni, mert most érted, nem lehet tudni. Nézzük meg azt most, hát nem lehet minden jó, amit nézünk. Soha nem lehet tudni, hogy mi lesz. Lehet, hogy semmi, de a lehetőséget adjuk meg.
Ki tudja, lehet, életed játéka fog most jönni. Á, úgy így van, lehet, hogy bejelentenek egy új autós játékot. Na, fogadjunk, bármi jön, az a Gerinek lesz most a kedvenc játéka. Tök mindegy, mi az. Én nem fogadok, én nem vagyok ilyen szerencsé játékfüggőségben. Ez nem fogadás volt, ez tény. Ez nem tény. Creative minds behind some of the most charming indie games around. So join me as I talk to the team behind GoGoTown as we discuss the challenges, inspirations, and features of this lively town-building adventure. Na, tessék! Biztos, hogy benne? Nézd oda, hogy örülnek, hogy futnak. Oh! Aha! Aha! Ez is egy jó Nintendo játék lesz. Az a baj, ez egy Nintendo játék. Nézd meg, ez ilyen, egy, ez egy rossz, ez egy Animal Crossing. Nem játszottam az Animal Crossing-gal, de láttam belőle a videófelvételeket, és egy per egy ugyanez, csak más a karakter. Aha. Tehát így megfejtettem az egészet. Na. Ez egy Animal Crossing PC-re. Ez olyan, mint a Pindur Pandurok 3D-be, geci. Á, nem hiszem. GoGoTown, tessék! Nesze. Ez a Human Crossing, srácok. Na, most már két néni van, haló! Milyen komoly már ez a rendezvény, haló? Két néni. Ja, hogy ez a képviselője a GoGoTownnak. Nagyon jó. De ki a célközönség? Hát... gondolom a nők. Vagy akiknek nincsen pénzük Nintendo Switchre, csak egy 700 ezeres gépre. Az orrából határozzátok meg. Mi van az órával? Tiszta rendben van minden. És mi van most? Jó, miért kell body shamingelni, gyerekek? Body shaming, az igen. Hát vagy lehet, hogy el volt neki törve, akkor is ilyen lesz. Csepp, most ha a te ti gyerekeiteknek lenne ilyen óruk, akkor meg mit mondanátok? Jaj, de szép a kisgyerek! Akkor meg nem mindegy. It's been great. The feedback's been really good. We're sitting 93% positive rating, so I feel like that's a pretty good start. But there's still things we want to do, and that's our community. So one of the things we found is initially we didn't have our lusta vagyok angolra fordítani. So we put that to a poll to our players and said, okay, here's nyomhatnád. Attól, mert van plastikai sebészet, nem kell mindenkit. Most az olyan dolog, IP, hogy akkor ugyanígy kérdezek én is, hogy zsírleszívásról hallottál már, nem? Tehát most azért, mert neki körbe az orra, akkor miért így néz ki? Most érted, nem lehet. Amúgy meg most van a nagy napja, hogy a saját játékáról beszélhet. Úgy beszél mindenki, mintha mindenki tökéletes lenne. Which is exciting. It is so big now, the game world. And we have a whole bunch of really awesome decorations and new stuff coming in that people can play with. Jaj, oké. Ilyeneken fennakod, annak csak szeretet kell. Elmondom, gyerekek, ha jobban megnézitek, még a füle is szőrös. Szőrös. Én nem látom. De most érted? Elnézést, de én nem látom most. Ja, de látom! Az a haja, te vakhagyja! Lehet, hogy a... Ja, nem tudom. Az biztos, hogy a haja. Ember. Oh, that's amazing. Lastly, is there anything else that you want to highlight about GoGoTown? Csak később, nem lehetne következő trailerre ugrani, mert én nem interjúja jöttem, hanem játékbemutatókra. Hogy mondja el? Hát jó. Thank you for that wonderful interview, Cheryl. And now,
Hogy a regek, fejezzétek be, mert tényleg nem korrekt, úgyhogy mindenkire egyből a rosszat látjátok. Na, a gyerekek, látjátok most már teleportát, már megint a Yu-Gi-Oh! Nagy tábla van, most már azt ott lehet fikázni. Már megint teleportált. Lennél csak utalább az ott vágója. If you like epic battles, intense chases, and explosive combat, these next titles are right up your alley. Let's take a look. Mindenben. Na. Tote. Na. Aha. Nem bírtam elolvasni a címet, csak a felé. Ja, de most kiírták, kiírták oldalra. Tate Multiplay Media. De az a Tate, aki az Andrew Tate? Vagy így hogy van ez? Nem. Andrew Tate úgy játéka, vagy? Ezzel akarnak kitörni a Matrixból. Most nem tudom, előbb volt ilyen oldalnézetes rész. Minden nézetes, de most ez ilyen TPF, vagy jól mondom? Olyasmi. Na de ez egy magasabb szintet képvisel. Hát igen, megvan az az akarat, hogy, hogy ezek valamit akarnak csinálni. Nem rossz. Nem az én játékom, de nem rossz. PS5, X... Miért nem PS5, Epic, GOG, minden. Ez a... Izé, nem? Hát, nagyon, a... nagyon de. Úgy néz ki. De. Szerintem ez a kettő lesz, vagy valami, nem tudom. Nem ezek a karakterek voltak. Viszont ez egy autós játék, Tezsa? Ja. Mit keres most Elvis Presley? Nem is Elvis Presley. Ja nem. Ah, nem Jackie Chan, jó van. Vagy Bruce Lee, ha Bruce Lee. Na, figyelj! Ő, ez milyen! Na jó. Ez nem rossz amúgy. Jó volt a hangja, a hangja autós, jó. Tökéletes. Jó neve. Drive and Rally. Na jó, ezt lefotózom, ez is jöhet a rep. Jaj, ne, ez a... Ez miben van az a kis izé? Hát most már nem tudjuk. Van demója. Ahogy az ilyennel rohadtul ellennék mobilon. A jó pofa. Hát ez ilyen Terraria. As darkness falls, it's time to manage the planet's unique biodiversity. Simán lehet jó amúgy. De ez olyan, mintha láttam volna valahol egy rend videóba. Ha ilyeneket szoktam keresni mobilra. Ez a játék már amúgy kint, mert ez... Azért mondom, hogy ez kint kell lennie, mert én már ezt a játékot láttam. Egy olyan videósnál, aki játszotta, és közben mondott egy tök más dologról véleményt. Ez nem lehet, hogy ez nem... Ez már annak a második része? Nem. Szerintem csak most jelent meg teljesen. Join Drill Corps Inc. today and carve your path to unparalleled. Most jött meg a DLC. Ja. Biztos, hogy nem jelent meg. Early Access starts September 12. Akkor nem tudom. Nem. By heading on over to gamescom.global. Voting closes on Thursday the 22nd at 2 p.m. CET. De már egyel több autós játék volt, mint tegnap. Hát, a napi... hát nem volt, ott tegnap volt egy fél. Jó, hát ez Nóra neresett meg a... Nem. Lehet, hogy felülnézetes lesz, akkor mi? Hát a izé, Black Ops-ba, amit elvirányítós kocsi. Igen. Tessék, most meg lebontották a zöld hátteret.
Ez nem teleportál ezen, ő csak felhúznak mögé egy izé zöld hátteret. Esküszöm, ez mobilon jó lehet. Ez a Minecraft menü. Milyen Minecraft? Ez pixeles ember, nem Minecraft. Minecraft az mi a faszta nem pixeles? Kockás! Ja, ez is az. Nem, ez pixeles. Ja, mert a Minecraft amúgy nem rohadt, csak kis pixelből állnak a kockák is. Jaj, mintha a teljes, összes autós játékod nem pixelekből állna össze. Hát csak sokkal kisebb, de amúgy ez nekem tetszik, esküszöm. Ez jó pofa. Ez ilyen stalker, izé... Lehet ez, igen, lehet amúgy, annak az előző, előd játéka. Ez, ez kép from pixel. így összemosták a izét, a Escape from Tarkovot, meg a Stalkovot. Jó a trailer. Zero Service. Sievert. Jó volt, ez jó, és köszönöm, jó volt. Fázik a pingvin, halló? Ez nem is pingvin, te. Akkor mi? Hát hát már pingvin. Megint autós játék, tesó. Annyira egy ilyen kedve nincs pingvin. Nem nehogy nem. Tesó, de ez már megint egy autós játék. Tényleg? Nem tudom, nem szoktam. Nem látod, ott volt a kerék. Eldobod a frisbeet. Ezt levered vele hát, a narancsot. Nem frisbee Hajtó Péterre, hanem frisbee Gergővel. Na, mi lehet szeretelni, haló? Öntöd a vizet, rakod engem, a kaját. Engem ezzel kilóra megvettek. Engem már gramra. Miért rakta be a sütőbe a kenyeret? Hogy megsüljön, nem érted? Most csinált egy jó kis leves. A sült kenyeret. Belerakja a sült. De hogy száraz legyen. Értem. Konkrétan... Büfékocsi! 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 Félreértés, de essék! Nem a... izé... ezek szarok. Korán kell. Ez büfékocsi ember! Na jó, ezen elalszom amúgy. Nem kávé... oxigén... oxigén palack, bazzeg! Büfékocsi szimulátor! Játsszál vele! Hát fogok is! Biztos, hogy ne. Dehogy nem, mert minden jobb címet lefotózok. Ez már egy jobb. Na! Hoppá! Hoppá! Just Cause 4. Aha. Ez már most jobban néz ki, mint a... Mi az a... Ez is többé, ami megjelent. Nem, igen, azoknál is. A... Nem, a... hogy elkezd a World of Warcraft, na. Jó, játszunk. Ja. Már jobban néz ki, mint az. Elég korrekt amúgy. Ez jó. Hát, én érzem benne a Just Cause-os repülés, meg a grapplinget. Monster Hunter Dream World. Hát figyelj. Ferro. After all of these trailers, you've managed to resist the magic of indie games. May I offer you? Most a behívnak valakit. Tudod miért zöld háttér? Mert látod a háttérben azokat a izéket? Igen. Azok a fehér pontokat? Szerintem tessék. Enchanting world that they've created. Most már végleg leesett a háttér. Adta a jóste. Ez fixen PSP. Nem tudom. Nem, ez Nintendo Switch. A telefon. Ott vannak a gombok, a ne, Nintendo Switch, Nintendo Switch. Mert YXB... ezeket miért nem a reggel 8-tól 10-ig lévő reggeli matinéba adják, de... Mert a rendes emberek nappal aktívak, és a rendes embereknek rakják ki a rendes játékokat. Mi meg este vagyunk, tehát ilyen egészségtelen emberek is most kapjuk meg az egészségtelen játékokat.
Én értem, hogy a célközönség, aki itt például a 3 éves kislányok, de... Hát igen, szerintem ezt a bölcsödébe kellett volna leadni ezt a trailert. Hát igen, hogy igen. Szerintem a Katica csoport jobban vevő lenne rá. De alatta lévő zene is olyan, mint hogyha... Nem tudom, ezzel amúgy vallatni lehetne, hogyha sokáig nyomatnák. Erre fogok aludni. Ő csinálta, tesó. Az ingjéből meg tudom mondani, hogy igen. Jöttél! Mi a baj, játszint? Maybe in the future if you come to our Discord, spam us, tell us you want it. Mi milyen komoly baj, szóval halom? Esküszöm, irigylettem. De nézd ma, hogy mozognak. A csávót, mint hogy egérrel húzogatnák jobbra-balra. De minek erőltetik? Hát sokkal jobb, hogyha a háttér mozog, meg hogy van ott mögötte élet. De nézd meg, ahogy egy faszi jobbra-balra mozog. Nem, a szemüvegét is nézd meg, hogy eltűnik a háttérbe a kerete. De nézd már! A csávó nincs is ott, csak valakinek mutatja a videó. Direkt van? Aha. Miért? De miért? Hát mert ezzel is mutatják, hogy lesz játszó. Mutatják, hogy lekötjük a figyelmedet akkor is, hogyha nem érdekel a csávó? És inkább a részleteket keresed, hogy miért csak rossz az ő a játék. Tehát ugye most bemutattak ez az indie szarok. Ezt hozzák vissza, vagy nem is tudom. De én egyébként majdnem elaludtam az előbb. Nem csodálom. Szerintem nem tudták felengedni a színpadra, azért van zöld hát. Szóval, Geri, mit keresett Pablo Escobar? Hát ez... De... Köszönöm, viszonyban sincs. Nem a kamera mozog. A kamerát így nem tud mozgatni. Az nem így mozog. Itt frankul az, hogyha egérrel így mozgatnám a képet. Hogy... Hana, hát... Várjál, mutatom, hogy mit láttok ti. Ezt csinálja. Úristen, remeg a föld! Gergő! Nem, tök jóért jöttél. Nem azért, hogy én vagyok. Vagy akkor gyere, hogyha játszunk, nem most. Vagy hát... De itt lehetsz, te bizért csak, hogy... Ja. Hát ne haragudjatok meg, de el kell sütnöm skip. Én értem, hogy ez nagyon szép, nagyon jó, de szerintem ezt inkább a Valika néninek kéne felkonferálni ezt a csávót, mondom, még mindig a Katica csoportnak. Nooo. Ugye eskü élvezem. Megértem, tehát megértem, hogy kell ez a játék is. Nyilván a 3 éves nem tudja megvenni. Csak de, nem, de az anyja igen. Nekem nincs 3 éves gyerekem. Megvan, miért mutatják itt, mivel az anyuka nézi a Gamescomot. Igen, de az a baj, hogyha megveszed a 3 éves fiadnak, majd meglátja, miután bezárod, hogy elmész mondjuk forzázni, következő alkalommal ő is forzát akarja játszani, mert már nem hülye. Hát a... Figyelj, a családban, nem is tudom, hogy hány éves. Várjál, itt már ott vannak minden, a háttérben. 3-4 évesen már motorfest megy. Már ott vannak a izé helyszínen, ami zöld háttérrel volt. Na, várjál. Most már beengedték a izébe. Miért a fiad lenne, akkor mi lenne vele bazzek, hogyha mondjuk a boszorkányos repülőssel játszanál? Most egy kisgyereknek valami tök mindegy amúgy. Tehát látod már, hogy milyen gyerekjátékok vannak, akár fiúknak is ilyen 1-2 éves korban? Na. Oh, fucker! Legalább ez mobil játék. Vagy ez is gépre készül. Én nem tudom, de már kínomban a hangerőt lefölállígatom. Tök jó. Online társas. Szerintem még az is élvezetesebb lenne. Nehogy azt így. Hát nem tudom, én amúgy adnék veletek egy Unót. Hogy lehet unózni mondjuk családba egy kijelző, mert van benne olyan is.
Neki megfordul, miközben valaki ne. Van. De ezt nem hiszem. Ezt nem értettem soha. De azon ott lehet élőben is kártyákkal játszani, csak hát mi olyan távol lakunk egymástól, hogy rá kell kényszerülnünk az informatika adta lehetőségekre. Én nem... Az a baj, nem akarom azt mondani rá, hogy ez szar, mert viszont valakinek lehet, hogy pont ez a... Ez az ilyen fétise. Nem tudok vele azonosulni, ennyi. Hogy lehet, hogy milyen játékokat engedhet meg magának a gépe. De miért? Az még hát, a izében az a nagy, ami a második irány. Nem tudom, Gergő, én csak indokot akarok találni, hogy miért Gardó, lenne jó az a játék valakinek. Értem, csúcsú, de van Uno egy képernyőn többen is. Én értem, hogy van kártya, nekem is van. De amúgy azok csak botokkal van. Nem, lehet többen is elvileg. Komolyan megnézem. Én nagyon ráfügtem. Csak azért vettem PS5-t. Navigating between areas requires a mix of force and finesse. Amikor egy gigantikus lénynek a gyomrából próbálunk kijönni egy repülővel. Eddig olyan, mint az új Star Wars-nak a repülővezetése, csak ezt így kinagyították egy játékkal. Azért a Star Wars-ba az űrbe mész. Hát igen, de itt meg egy űrszörnynek a belébe. Akinek most szedted ki a pete vezetékét, vagy nem tudom, petéjét. Nem tudom. Én a társasjátékkal el vagyok egy ideig, de nem sokáig. Mindig szeptemberre. Mi a fene? Na, vagy nyugat. Ott vagyok. Red Dead Redemption 3. Ott vagyok. Ez a Red Dead 3. De miért is lába? Adjad első nézetes, mit tudom. Amúgy ez nem rossz. Lónak sincs lába, várjál már. Hana. Így egyszerű. Aha. Nekem az kell. Ez tetszik? Esküszöm. És mit csinálsz vele? Hol? Most játszanék vele, hogy ne nézzek tovább ilyen szarokat. És amúgy... Például a crew helyett. Hát van az a szín. Mondjuk én 4 New York után. Meg a Denver sem számít, coming után lehet elővenném. Szeptember 18, mit akarsz, Tropia? Mindjárt itt van, de én inkább a Gallofa-ra nyomnám. Az meg 19-én jön. Biztos, hogy van itt egy csomó, ami nagyon jó amúgy. Nem vitatom. Vagy 12-én, nem tudom. Next set of games couldn't be more different from each other, but they all promise an unforgettable. Nem kell körbeírni, kislányom, csak mutasd meg nekünk, mi meg majd eldöntjük, hogy jó-e. Jó, de muszáj egy-két jó szót szólnia. Ide muszáj. Amúgy tudod, mennyi egy reklám ide? 5000 valamennyit láttam, vagy mit láttam? 5000 eurót, vagy mit? Ugye sokan vannak. Na, ez szép. Ez eddig szép. Ez jól néz ki. Nem tudom, de ez jól néz ki. Last of Us felszín nézett mi? Csernobil újjászületés. Ez a Csernobili City Skylines. De amúgy ez nem rossz. Amúgy nem. Legalább van egy kis szokatlan. Az oldalán gurult? Nem. A putri szimulátor. Hát most robbant fel az atomreaktor. Amúgy ez jó. Nem lesz GTA. X, tehát a Rockstar Games is mondta, hogy nem lesz megkint.
Ja, de amúgy pont az indie játékfesztben rakják ki a GTA 6-ot. Akkor tényleg skizofrénok lennének, vagy nem tudom, demens. De tényleg nem lesz amúgy. Viccen kívül. Ez jó, ez tetszik amúgy. Az a City Skyline-on is el vagyok nagyon. Ez az End Zone 2. Akkor milyen volt az egy? Na ez az. Na akar tudni. Várjál, ez már... Ez nem egy pixel. Hoppá, ez már fekete-fehér. Ez már fekete-fehér. Itt már meg se adja a lehetőséget, hogy... Gyerekek, én nem tudom, tehát... Mondok valamit, jó? Aztán mondjatok, amit akartok, elfogadok. Rotkor nézzétek a Gamescom-ot, tegnap volt a nagy ágyúk, itt már kisebb indie játékok. Na, hova? Néztük tegnap is. Tegnap minden, is minden nap nézzük, nem tudjuk rosszkor nézni. Mi mindenkinek... Az miért szemes annak a nyaka? Én nem tudom, én játszottam vele egy darabig, nekem azzal se volt bajom a kettővel. Nem, én azt nem értem, hogy anno gyerekkoromban volt a PS2-nek, még annak is jobb, de hogy a PS1-nek ilyen grafikája. Az ugye fejlődünk, és egyre jobb grafika van. Most én nem várom el azt, hogy valami úgy nézzen ki, mint a Wukong, ami most megjelent, de hogy... ennek ez úgy néz ki, mint Gameboy-on a Pokémon annó, amikor a bokorba kerestük a Pokémonokat. Hát na, van valaki, aki ennek a... Ez mi? Mi a f... Az mi? Mókus! Mókussal... Nézd csak bal oldalt ott van a izéje. Mókussal egy fegyverben lőni kell! Mit csinál? Mi a fasz? De ez mi? De ebből... Mászra csávon! Ez egy izé, ez egy mókus szimulátor. A legvégén megtalálkozik a izével, a Goat szimulátorral. Nem, ez... Az a neve, hogy mókus egy fegyverrel. Az a neve. Érted? Konkrétan olyan rikoéja van az izé magozónak, hogy hátra esel. Mondjuk ez... Ez benném. Ezt előbb el tudom kézen, hogy streameljem. Tessék, az aknavezőn felrobbansz. Lelövöd is makkokat ad. Na, és itt ki a célközönség? Én. Hát ez 18-as szerintem. Hát ezért én. A szeg. Érted? Egy maszk, kurva jó. Augustus 29, mi? 8 nap, ezeket még írja, tudok játszani vele. Ezeket írjad, maszk. Baszki, nem fotóztam le, nem fotóztam le. Ja, de lefotóztam. Az egy ilyen effekt, az a beszélő krumpli. Igazából nem volt semmi olyan nagyon extra tegnap, amire azt mondtam volna, hogy úristen. Én a Forzát várom, hogy lesz-e PS5-re, vagy nem. Engem, mondom így, meg hogy lesz-e új autós játék, bármi. Tehát igazából engem ez a rész, ez érdekel. A többire meg, ha lesz idő, lesz olyan. Indiana Jones, ez lehet, hogy lesz nálam amúgy például. De miért kell snitzet? Ez biztos, hogy a Summer Game Fest-es csaj, mert ezekkel a snittekkel megölik az egészet. Az új trailert, köszi! A Dying Light is lehet, hogy lesz, igen. Igen. Az mi volt ez a kocs, vagy mondom, mi? Mondom, nem... Jó, ez mi a fasz? Ez mi a gyíkom? Ezt már nem tudom azt mondani, hogy jó, nem én vagyok, ez ki a fasz a célközönség? Kaktusz vagyis gyíkokat kell ölni. Ez ilyen laposföldes gyíkember harcos, vagy nem tudom. Erre nem tudok már mit mondani. Kaktusz. Hát nem, nem nagyon... Gondolkoztak a neven szerintem.
De legalább 2024-ben megjelenik még így évvégére. Az a baj, korán is keltem, meg dolgoztam egész. Opa, de ez, ja, volt, ez már volt, de ez való. Jó, de ez jó. Csak a lábmozgás a szar, mert remeg össze-vissza szegény. Hát no, hát a hell, meg a kávé, meg a cigi az én nem barát. Istenem, most Eva. Nézzétek a lábát, csak a lábát figyeld, amikor mászik. Néha konkrétan ilyen, konkrétan a lábai önmaga Muzsi Zoltán. De amúgy szerintem ez jó. Nekem tetszik. Olyan a lába, mint Pucsi Zoltánnak az idegrendszere, amikor szerepben van. Most figyeld. De még a keze is, haló. Ez... mi volt a neve? Nem tudom, de nem láttam. Nem a betegségnek a nem Parkinson-kor? Tudom, nem, az is lehet, de sziklamászót nem láttam még ekkora táskával. Hana! Kajrn! Hoppá! Hát micsoda? Ezt tudom! Ez a szolár, mit tudom én, ez jó lesz! Ez jó, ez ilyen túlélős. Ötözőrendszer minden, ez jó. Solarpunk, igen, ezt tudom, ez jó. Ezt kellene tudtam lefotózni. Ezt biztos, hogy nyomni fogom. Ez nagyon menő. Egyőre nem tudok hozzászólni, de amúgy ebben van fantázia. Mert... ilyen mókás elektromos eszközök, meg hőlékballon, meg ilyenek. Ez jó pofa amúgy. Ez nagyon jó. Ha lenne benne multiplayer, az lenne a legjobb. Ott van! Multiplayer! Nem a GTA-ban volt ez az életjelző, ami bal oldalt kint volt az előbb? Terpében. Mondtam, de... ó, igen, majd onnan fogják belopni, nem? So, did I promise too much at the start? I'm gonna go ahead. An answer for you. Say... hát a maffiát meglátjuk. No. Az 50-50 sure nálam, hogy jó vagy, de a Force az érdekel nagyon. Upcoming indie titles to become obsessed with. I'm very much the same. Csak a trailert nem kell, itt trailer. Love by wishlisting their games, playing some demos and recommending them to your friends. And for your favorite games, why not follow the devs on their social media channels? And while és amúgy még van egy óra. Same for us, you know. Igen, meghalunk. De nem azt szerintem, hogyha lebontanánk, biztos, hogy ez benne el 45, ha kivágnánk az összes ilyen snittet, akkor biztos, hogy egy óra lenne az összes izé. Szerintem nem lenne annyi. Mert most volt a kamerán egy minden. Mi ennyi? 10-re volt ígérve, ember! Áll az égnek. Haló, 10-re lett ígérve! Mi, te akarod még egy óráig ezt nézni amúgy? Hát igen! Azt kérdeztem már meg, de úgy őszintén. De ne haragudjanak már meg, de bakker, izé lett kiírva. És még késtek is egy órát. Ja. Jó, nem igen. Egy órát, hanem 15 percet. És ember, van olyan bolond, aki kiérélne a Sonic 3, hát ember, egy indie játéksoron fogják bejelenteni. Miért tegnap is azt írták, hogy No Sonic, ugyanez volt. Hogy igen, igen, most fog jönni az indie játéksor, a Jim Carrey is bemutatja az a Sonic 3-ot, igen. Ember. De miért, amúgy tényleg nem értem, hogy miért van vége, nincs valami izért. Külön műsor, várjál, Gamescom, Amazon Indies. Miért van itt kétszer? Nem ugyanaz. Szerintem csak az egyik kiemelt. Streamelve 7 órával ezelőtt. Ebbe volt Forza? IGN. De ez ugyanazok az IGN-nél. Mafia. Várjál. Csak átdolgozták. Nem önts benne Forza. Hogy én belepörgettem.
Hát ez így... Ez így crew. Lesz szerveg. Ez így csapat motor fesztivál. Mi? Ha most elindítod, mehet. Elindítom. Tartok egy 5 perc szünetet. Megnyomod F11-et. Előveszem a motorfestet. Leállítom a felvét.